Új irányzattal bővül a Szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium kínálata. Ősztől megnyílik a színház és audiovizuális művészetek szak az intézményben. Az új osztályba 20 diák járhat. Az új szak azok számára biztosít jó alapot, akik a színművészet, valamint a média terén szeretnének tovább tanulni, de az érettségi után könnyedén állást szerezhetnek. A szaktantárgyakat az iskola két volt diákja, Barát Attila és Lőrinc Tíme a színművészek tanítják. A Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumban a kezdetekkor angol és német szakra iratkozhattak a diákok, később megnyílt a sportirányzat is. Az intézmény most úgynevezett média szakkal bővíti kínálatát. Szerbiában magyar nyelven még nem volt ilyen irányú oktatás. Szerb nyelven is csak 6 gimnáziumban választhatják ezt a szakot a végzős 8-osok. Nagy Tibor, az intézmény igazgatója azt mondja, az ősztől induló osztályban nem színészeket képeznek, de a tovább tanuláshoz is jó alapot kaphatnak a fiatalok. A vágással, videókészítéssel is megismerkedhetnek a tanulók. Nem színészeket készítünk elsősorban, ami nem azt jelenti, hogy ha valaki erre a szakra jön, akkor később nem mehet színész szakra, de itt inkább rendező, segédrendező, dramaturg, gyártásvezető, jelmeztervező, dramaturg, fény- és hangeffektusok kezelője az, akit mi ki akarnánk képezni, tehát gyakorlatilag kiszolgálja a színházat és magát a színészt. A gimnázium tanulói azt mondják, a színvonalas oktatás miatt választották a Kosztolányit. Ha érdekelt valaki a nyelvekben, akkor mindenképpen ajánlom ezt az iskolát, mivel itt színvonalasan megy a nyelvoktatás. Én még 7-ben kiszúrtam ezt az iskolát, mert mindig is jobban érdekelt a tanulás, meg én is inkább a nyelvek felé húzódok, mint másmilyen tantárgyak felé. Bejártam a fölvételi fölkészítőkre, amik nagyon sokat segítettek a fölvételire való fölkészülésben, akár otthon, akár itt, mikor gyakoroltunk, és a felvételi már sokkal könnyebb volt, mikor ide eljutottam. A Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium felvételi előkészítőjére február 4-éig jelentkezhetnek a 8-osok. Azokat is várják, akik az ősztől induló média szakra iratkoznának.